Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket március 23-án. Ma egy fakultatív emléknapon mégis szeretném megemlíteni, megosztani önökkel. Mongrovejói Szent Turibuius, aki egy 16-17. századi szent Spanyolországban született 1538. november 18-án, és 1606. március 26-án halt meg Peruban. Turibius, Peru apostola, abban a korban élt, amikor az új földrajzi fölfedezéseket követő sok erőszakos hódítás után a spanyol király kijelentette, hogy a világbirodalmában sohasem nyugszik le a nap. Turibius papik küldetésének feladata az volt, hogy bizonyítsa, az egyház céljai, amikor misszionál, mások, mint a világi hódítóké. A trienti zsinat, amely 1545 és 1563 között volt, rövid idő alatt újjászervezte az egész egyházat, és átfogó reformmozgalmat indított meg az Európai Egyház megyékben. Ennek a megújulási folyamatnak fő mozgatója Boromeó Szent Károly volt, a fáradhatatlanul munkálkodó Milánói érsek. A néhány évtizeddel korábban fölfedezett, de már nagy mértékben evangelizált Amerikát csak jóval később értékel ezek a megújulási törekvések. Dél-Amerika politikai és egyházi központja a 16. században egyre inkább Lima városa lett. 1546-tól a limai érsek volt felelős minden hívőért, Panama és a Rio de Plata között. Neki volt alárendelve Cusco, Cartagena, Quito, Papayan, Asunción, Caracas, Bogota, Santiago, Concepción, Córdoba, Trulio, Atequipa egyházmegyéje. E hatalmas terület északtól délig több mint 5000 kilométert tesz ki, és 6 millió négyzetkilométert foglal magába. Peru misszionálását a dominikánusok indították el, de nem sokkal később nagyszámú Ferences jött ebbe az országba. 1555-ben követték őket a jezsuiták, akik új, erős lendületet adtak a missziós munkának. A világi papság elsősorban a székesegyházi káptalnokban és az indián falvak plébánosainak kerületeiben tömörült. Azokat az indiánokat, akik nem tudtak kimenekülni a spanyol uralom alól, rövid időn belül úgynevezett, Ekkomélyendiákba zárták össze. Minden spanyol részére meghatározott számú indián volt köteles dolgozni. Elvileg szabadok voltak és némi bért is kaptak, gyakorlatilag azonban szinte rabszolgasorsban éltek. A többi indián a keleti hegyekben menekült. Hamarosan fel ismerni egy választó vonat a spanyol veretű kereszténység és az indiánok között akik szenvedélyesen ellenszegültek a megtérésnek, mivel látták, hogy a misszionáriusok a hódítók kíséretében érkeztek. Második Fülöp spanyol király elégedetlen volt a perui helyzettel. Ezért megbízta a granadai inkvizíciós tanács elnökét, egy ifjú licenciátust, hogy legyen lima érseke és javítson a dolgokon. Az ifjú, aki fiatal kora ellenére alkalmasnak tűnt a nagy feladatra, Mongrovejói Turibius volt. Turibius Spanyolország egyik kis falujában született. Először Valladolidban, majd Szalamáncsában és Oviedo-ban tanult. 1573-ban jogi licenciátus szerzett. Mindössze két évi hivatásbeli tapasztalattal nevezték ki a Granadai Inkvizíciós Tanács elnökévé, mely intézményt a keresztény hit tisztaságának védelméért alapítottak. Mint világi ember, nagy komolysággal és körültekintéssel látta el hivatalát. Dicsérték jámborságát, aszkézisét, igazságérzetét és a szegények iránti szeretetét. Mivel Turibius világi férfi volt és alig ismert az amerikai egyház problémáit, elhárította a második Fülöp ajánlatát. A király azonban nem engedett, és 1579. március 21-én átadta neki a kinevező okiratot, így hát Turibius Szevijába utazott, mert az, az volt az amerikai ügyekben illetékes hely. És ott nagy igyekezettel tanulmányozta az Atlanti óceánon túli óriási terület problémáit. Nem sokkal később megkapta a teljes hatalmat nehéz limai hivatásához, hivatalához. Miután Szevijában püspökké szentelték, 1580-ban egy Peruba induló hajóra szállt. Turibius azon volt, hogy az amerikai egyházat alapjaitól kezdve megújítsa. Az új érsek mindig ökumenikus módon gondolkodott és cselekedett, bőjtölt és nem riadt vissza semmilyen áldozattól sem, körültekentően és kitartóan végezte feladatát. 1594-ben azt írt a Spanyolországba, hogy 15 ezer kilométert járt be, és közben több mint 60 ezer hívőt bérmált meg. Ez szent, Legszembetűnő vonása a segítségre szoruló és jogfosztott indiánok iránti szeretete és a perui egyházért való aggódása volt. Ez arra kényszerítette, hogy eljárjon a szerzetesekkel szemben, akik féltékenyen vigyáztak előjogaikra, de a fegyelmezetlen világi papságot is kordába kellett szorítania. A spanyol telepeseknek, akik megengedettnek tartották a rablást, az erőszakoskodást, a jogtalanságot, a házasságtörést és az elnyomás minden elképzelhető formáját világos szavakkal a cselekedeteik gyalázatosságát. A püspök 42 éves volt, amikor egyház megyét átvette. Rögtön kezdetben föl kellett ismernie a gyönge kezű elődje mulasztásait. A károk helyrehozásáért hosszú és fárasztó vizitációs utakra vállalkozott, hogy a helyszínen tanulmányozza és rendezze a viszonyokat. Püspöksége 25 éve alatt négyszer utazta vég az országot. Minden útja több évig tartott, az utolsóról pedig már nem tért vissza, meghalt egy kicsiny, szegényes templomban az indiánok között, akiket mindig szeretett. Tanulságos a Libro de la Visitas, könyve című írása, az utazásai alatt vezetett naplója. Statisztikai, statisztikai, alapján messzire tekintő tervezőt ismerhetünk meg, és még a legkurtább följegyzése is a gyermekeit megértő atya izzó szeretetéről tanúskodnak. 1582 és 1604 között Turibius összesen 12 egyházmegyei zsinatot hívott össze. Ezeket a, ezek a gyűlések egyrészt alkalmat adtak neki egyházmegyei reformálására, másrészt a papok kicserélhették egymás közötti munkájuk tapasztalatait, és Turibius össze tudta hangolni a kezdeményezéseket. Ezekre a gyűlésekre nem mindig Limában jöttek össze, hanem időnként kisebb plébániákon is, ahol az érseképpen tartózkodott. Mégis mindenek előtt azok a nagy püspökgyűlések határozták meg Latin Amerika egyházának arculatát, amelyen Panama és a Rio de Plata összes püspökei megjelentek. A harmadik Limai Püspöki Konferencia az amerikai Tridentinum Turibius életművén is a korona. Ezzel emlékezünk meg erre a szentre, aki Lima, illetve Peru apostolaként úgy is hívják, hogy a szeretet követe volt az indiánoknál. Köszönöm a figyelmüket!